Az emberiség számára az első csapás a friss víz hiánya lesz. Ahogy az esőzések jellege megváltozik, a gletszerek által táplált folyók kiszáradnak, és az emelkedő tengerszint miatt a sós víz eléri a víztározókat. Ahogy a termések elmaradnak, az erdők felégnek, a sivatagok kiterjednek, és a partvidéki területeket folyamatosan elönti a tenger. Emberek milliárdjai kényszerülnek majd pakolni és továbbállni egy jobb élet reményében. De hova? Az emberiség túlélheti ezt? De mit fog jelenteni az emberiség egy olyan világban, ahol azok az országok, melyek lakhatóak maradnak, például Nagy-Britannia, használják a megmaradó erőforrások nagy részét, miközben megpróbálják távol tartani az éhezők millióit, akik épp miattunk nem tudnak tovább a saját országukban élni. A világot elárasztják a fegyverek. Elegendő a gépfegyver, hogy a bolygó minden hetedik emberét fel lehessen fegyverezni. Ha ennyire lecsökken a Föld eltartó képessége, nem békésen álmunkban fogunk meghalni. Na jó, itt a jó hír. Ezek egyike sem elkerülhetetlen egyelőre. Ez nem a pánik vagy a kétségbeesés ideje. Ez a cselekvés ideje, amíg még lehet. Meg kell látnunk a hatalmas kérdőjelet amögött, hogy vajon a kormányok és a nagy cégek képesek-e ezekre a kihívásokra időben válaszolni. Már most több mint 20 év van mögöttük, de még mindig nem sikerült semmit sem felmutatni. Ez azért van, mert ragaszkodnak ahhoz, hogy előnyben részesítsék a rövid távú gazdasági növekedést az emberiség túlélésével szemben. A kibocsátás csökkentése nem egy lehetetlen tudományos küldetés. Egyszerűen kevesebbet kell fogyasztanunk. Ez azonban nehéz egy olyan társadalomban, amely a javak és források folyamatosan növekvő fogyasztásán alapul. Kész válaszok nincsenek, de azt tudjuk, hogy nem csak így lehet élni. És tudjuk, ahogy most élünk, az szinte biztosan a végünket jelenti. Jobban tesszük hát, ha sürgősen megvizsgáljuk az alternatívákat. Ma már teljesen világos, hogy ha meg akarjuk nyerni az első csatát a klímaváltozás ellen, nem lesz elég megváltoztatni az életmódunkat. Aktívan szembe kell szállnunk azokkal az érdekeltségekkel, amelyek lehetőleg mindenáron szeretnék megakadályozni a szükséges változásokat. Többnek kell lennünk egyszerű fogyasztóknál. Ezek különleges idők. A rohamos felmelegedés megelőzése a legfontosabb feladat az emberiség egész történetében, és nekünk jutott, hogy megküzdjünk vele. Ha nem tesszük meg, minden más, amiért küzdöttünk életünkben, megsemmisül, vagy értelmét veszti. Elődeink nem tudtak erről a problémáról, utódaink pedig tehetetlenek lesznek ellene. De nekünk még van időnk. Mozgás, amíg nem késő. Tumbalena, hiya, hiya.